Sziasztok! Megérkezett végre Magyarországra a DJI legújabb gépe, úgymond ugye a Mavic Platinum. Ez nem az, ugye ez a régi. És a hozzájáró új propeller. Ugye ez azért várta mindenki, mert a DJI szerint 4 decibellel alkal, és 60%-kal. Hogy persze nem ezen a gépen, hanem az újon. Viszont ugye mindenki kíváncsi, hogy ugye a régi gépen majd mit fog tudni. Bár ugye az is, hogy ugye 60% azért az egy elég komoly ígéret, mert azért az, hogy fele, több mint a fele annyira halk, mint valójában. Hát erre majd kíváncsi leszek, hogyha ugye repülni fog. Ugye odakint ez annyira nem is lényeges dolog, hiszen úgy érdekel minket, hogy milyen hangos életet nem is nagyon hallani. Ez ugye a beltéri repülések során lesz majd ugye érdekes. Ami biztos, hogy ugye az új propeller szintén ugye fölmegy a úgymond ugye a Mavic-re. Amiben úgymond másabb, ugye az látható talán egy kicsit, hogy középtájékon ugye a tenger felé egy kicsit vastagabb, illetve ha szépen egymás mellére lerakom ugye a kettőt, egy icipicivel hosszabb ugye ennek a végének köszönhetően, ami ugye egy kicsit csapottabb. Ami első elnézésre is ugye feltűnt, hogy jóval puhább, legalábbis ugye a vége. Ugye a sima propellerek, ezek jóval keményebbek. Hogy ez mennyire lesz jó, azt majd kiderül a próbarepülések során, illetve hogy ezen úgymond a régi Mavic-en mit fog szuperálni, azt is hamarosan ki fogom deríteni. Megpróbálok nektek majd csinálni egy hangnyomás mérést, hogy ezzel és ezzel mit fog produkálni. Megmondom őszintén, hogy az, hogy egy kicsit puha, az annyira nem tetszik, hiszen azért látszódik, hogy hát azért nincs olyan sok hely. És azért tudjuk, hogy azért ez a kis gép azért képes előre sportmódban akár 64-65 km/h-val tekerni. Amikor azért gondolom a lapátok azért akár egy nagyobb széllökésnél azért néha meghajlanak, és mivel ugye ez kemény, így megvédi attól, hogy esetleg beleéljen a vázba. De ugye jelen lapátok esetében ugye, hogy ez egy kicsit puhább, fennállhat a veszély, és sokkal könnyebben oda tudom nyomni, mint mondjuk a másikat. Ugye az repülés közben esetleg úgy fordul pont, és beleérés itt megakad, az nem biztos, hogy olyan jó, túl jót tenne ennek a gépnek, de azért nem akarom leáldozni az új lapátokat, meg hát gondolom azért ők is kipróbálták ezt, szóval ez lehet, hogy csak így nekem félelmem így elsőre, de majd megnézzük, hogy ezekkel mit fog tudni ez, illetve hamarosan ugye megnézzük, hogy mit fog tudni majd az új gép. Addig is, aki gondolja, még várjon bele egy picit, és a tesztek majd igazolják, hogy megéri áldozni, de inkább maradjunk a régi bevált gépnél. Az biztos, hogy akinek akinek a sima Mavic-je van, annak jelentős újítást nem hoz a másik gép, hiszen se a kamera, sem az akkumulátor semmi nem változott. Össz-vissza annyi történt, hogy ugye új lapátok vannak, kicsit más a színe, illetve elvileg belül ugye új szabályzókat kapott, aminek köszönhetően azt ígérik, hogy 30 percet fog tudni repülni. Igazániból számomra ez nem annyira jelentős dolog, hogy azért őt lecseréljem, illetve hát ő már azért bizonyított mind szélben, mind távolságban, mind tudásban, úgyhogy én abszolút meg vagyok elégedve. Meglátjuk majd hamarosan. Sziasztok!